Új cápákat kaptunk nemrég, körülbelül két hete érkeztek hozzánk. Ők homoki tigris cápák, egy hím és egy nőstény. Ugye mi most mentünk be hozzájuk először, tehát most láttak konkrétan búvárt először. Mi is próbáltunk úgy viszonyulni hozzájuk, hogy próbáltunk nyugodtak maradni, semmi hirtelen mozdulat. Tehát ez nekik is és nekünk is egy teljesen új helyzet volt. Pláne úgy, hogy Mikulás ruhába mentünk le, és első találkozásra kaptak is egy karácsonyfát. Mikulás ruhában egy kicsit nehezebb merülni, mert hát nem egy testhez álló ruha, ugye lehet rajtam látni, hogy az alapbúvár ruha azért nagyon áramvonalas. Hát ezt azért a Mikulás ruha eléggé felülírja, úgyhogy azért óvatosan kell merülni, hogy nehogy beleakadjon a dekorációba vagy az állatba. Ha ők gyorsabban úsznak, akkor ott valami történt a kis agyacskájukba, és megváltozott a viszonyok velünk. De hál' Istennek ezek a cápák ezt nem csinálták. Egyébként, hogyha ilyet csináltak volna, akkor egy picit hamarabb megszakítjuk a merülést. Ugye a dekorációk, mint most ugye a karácsonyfát levittük, ez igazából a látogatóinknak szeretnénk kedveskedni, de a dekorációt, a cápák ugye a természetben is vannak olyan szirtek, illetve olyan elsüllyedt hajóroncsok, amit sokszor használnak ők is menedékként, ez nálunk is ugyanígy van. Úgyhogy néha ilyenkor, amikor bemennek a dekoráció mellé, ugye ő nekik az egy biztonságérzetet nyújt.